Két újabb látványossággal bővült a Dinnyési Várpark, elkészült ugyanis a székesfehérvári koronázó bazilika, valamint az elfeledett dinnyési templom rekonstrukciója. A Szent István által építtetett bazilika méretarányos makettjét mutatja Alexi Zoltán, a park megálmodója. A fehérvári bazilika az nagyon-nagyon jelentős volt. Itt volt a királynak a trónja, illetve a koronázási ékszereket is itt őrizték, azt tudjuk, illetve a királyi erekjéket, és 38 királyt koronáztak itt annak idején. Tehát ez egészen a török időkig ment ez a koronázás. Illetve temetkezési helyszínként is tisztelhetjük. Párhuzamosan készült a két új makett közel azonos időben. Mindkét épület vasbeton alapokon nyugszik és fehér kőből épültek. Alexi Zoltán nem csak tervezi a maketteket, de a kivitelezést nagy részét is saját kezüleg végzi. Mindent a régészeti dokumentációk és kutatások alapján épít meg. Az egykori koronázó bazilika romjai ma Székesfehérváron láthatók. Több korszaka is volt az István által építetett bazilikának. Alexi Zoltán azt mondja, ő a legkorábbi változatát készítette el. Ez abszolút a kiindulási alap, amit itt látunk. Hogyha megnézzük, akkor láthatjuk egy négy tornyos, háromhajós, egycentélyes épület, ami István korában épült, és én úgy gondolom, hogy itt körülöttünk is, amúgy is egy árpádkori, turulkori skanzen van, szóval én ezt vettem alapul. Alexi Zoltán, a Várpark és a skanzen megálmodója, 2013-ban kezdte el 2 hektáron az építéseket. A cél a vármentés volt, egy gyermekkori élmény az egri csillagok hatására. Jelenleg 47 vár és templom makett, valamint egy komplett árpádkori falu is helyet kapott a területen, így közel 80 épületet láthatunk. A két új épület rekonstrukcióját március 12-én minden érdeklődő ingyenesen tekintheti meg a 10 órai áldó ünnepségen, amit Spányi Antal megyés püspök vezet majd.